Tudósok javarészt azt vallják, nincs élet a halál után. Már jó magam nagy tisztelője vagyok Hawking professzornak, nem vallom ezen nézetét. Biztos vagyok a túlvilági életben, és abban is, hogy szeretteink látnak minket oda át. Ma délelőtt megboldogult mamám és anyám, bizonyára izgatottan várták déd és unokájukat. Nuncó először volt a temetőben. Először látogatta meg őket. Gyermeki világa természetesen nem vett tudomást a körülötte lévő sírhalmokról és fejfákról. Nem hallotta a sírkövek feliratainak elmúlástól sikító hangját. Nem észlelte a végtelen nyugalmat, amit a temető földje áraszt magából. Neki csupán egy furcsa kinézetű hely volt, ahol ugyanúgy szálltak a gyermekdalok, amiket a sírok között énekelt. De tudom, hogy az ott léte alatt felbojdultak a túlvilági lelkek, akik mosolyogva hallgatták kis dalát. Talán saját e világi életük, gyermekkoruk elevenedett meg egy kicsit. És mama és anyu is látták minden mozdulatát, rezdülését ennek a kisfiúnak. Egy aprócska kapcsolat e világi és túlvilági lelkek között.